Március 18-a és 22-e között rendezik meg az úgynevezett fenntarthatósági témahetet, amelyhez az ország általános és középiskolái csatlakozhatnak minden esztendőben. A projekt fő célja, hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét a környezetvédelem fontosságára. A regisztrált tanintézetek között az Újlak utcai általános iskola is megtalálható. A program részeként két eseményt is szerveztek a pedagógusok a diákok számára. Több száz gyermek rajzol különböző a környezetvédelemhez kötődő feliratokat és ábrákat az aszfaltra az Újlak utcai általános iskola előtti területen. A foglalkozás a fenntarthatósági témahét része, amelyhez a 17. kerületből a Rákoskeresztúri tanintézet is csatlakozott. Sarkadi Nagy Adrien intézmény vezető hangsúlyozta, hogy nem csak a mostanihoz hasonló tematikus rendezvények alkalmával, hanem az év valamennyi időszakában is igyekeznek átadni a diákjaiknak a környezettudatos szemléletmódot. Mi itt az iskolánkban két nagy projekttel készültünk, ami kiemelkedő. Az egyik az, hogy most a 8. osztályaink len vannak itt a kerületben, és szépítik a kerületet, szedik a sajnos a lakosság által eldobált szemetet, de ezt a gyerekek nagyon élvezik, szívesen csinálják, szépítik a környezetünket. A másik, amit itt most a gyerekek körében látunk, ez pedig most egy összekötött a fenntarthatósági témahéttel, az Erasmus pályázatunkkal kapcsolatos, szépítjük, színesítjük itt a környezetünket. Várkuti Emma az egyike azon tanulóknak, akik részt vettek az akcióban. Mint elmondta, fontosnak tartja mindennapos során, hogy odafigyeljen környezetére. Azt próbáljuk megmondani az embereknek, hogy nekünk fontos ez a környezet, és hogy ne szemeteljenek meg, hogy nekünk ez sokat jelent. Az Újlak utcai általános iskola az idei 2018-2019-es tanévben nyújtott be első ízben pályázatot, és szerepelt sikeresen az Erasmus programon. Ligetiné Varga Andrea, az alsó tagozatosok igazgató helyettese utalt rá, hogy a részvétel számos feladattal jár, amelyeket az intézménynek teljesítenie kell az 5 országgal kooperáló projektben. A gyerekek ennek keretében utazhatnak, megismerhetnek különböző kultúrákat, illetve hozzánk is utaznak majd az ebben résztvevő országokból kollégák, pedagógus kollégák, illetve gyerekek is. A feladatok különböző ünnepkörökhöz, évszakokhoz kapcsolódnak. Ez a következő feladatunk, amit összekapcsoltunk a fenntarthatósági témahéttel, és ennek keretében díszítjük a környezetünket, a szürke mindennapokban, a város szürkességébe egy kis színcsempészünk, a természetet igyekszünk ezzel is közel hozni, a gyerekek természeti képeket, tájképeket festenek az iskolánkat körülvevő járda részekre. Az Erasmus programhoz köthető teendők sora 2020-ban ér majd véget, arról pedig, hogy kik lesznek azok a gyerekek, akik majd kiutazhatnak külföldre, és pontosan melyik ország fogja fogadni őket, az majd attól függ, hogy a különböző feladatokban mennyire fognak aktívan részt venni.